Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, tervei, az itt látható, ez a három kártya utal erre. Itt van nála bosszúság, valaki idegesíti őt, vannak viták, veszekedések. Az is lehet, hogy ő megsértett téged, mert voltak viták, félreértések, és ő úgy gondolja, hogy te most nagyon szomorú vagy. De változtatni akar a helyzeten, hiszen itt megjelenik a nagy szerencse. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Az itt látható. A pénz jelenthet anyagi dolgokat, vagy a munkáját, a hivatását is, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, de értékes vagy számára. És ő úgy érzi, hogy itt meg lesz újra az állandóság, egy biztos párkapcsolat, és hamarosan látható a találkozás, az örvendezés. A harmadik kérdés az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodban, az itt látható. Te vagy itt a szerelmes nő, az jelenti azt, hogy tudja azt, hogy te szereted őt, de ő is szeret téged. Itt a veszteség arra utal, hogy fél attól, hogy elveszít téged. És itt esküszik arra, hogy megvan a szerelem kettőtök között. Tehát nincs itt veszteség. A kép itt középen utal a jelenlegi helyzetre. Ő áll itt a középpontban, az lehet, hogy úgy magával foglalkozik jelenleg, de azt is jelentheti, hogy ő veszi kezébe a dolgokat, és közeledni fog hozzá. Ahogy itt ez a madár utal a beszélgetésekre, és keresi veled a kapcsolatot, hiszen beszélni akar veled. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!